Köszöntöm nézőinket! Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. A helyi tömegközlekedéssel kapcsolatban született döntés Tamásiban. A holokauszt Tamási áldozatairól emlékeztek meg. A kisszékei múlt elevenedett meg a Tamási könyvtárban. Az 1920-as évekbeli lakodalom kelt életre Pincehelyen. Tamási város önkormányzatának képviselő testülete legutóbbi ülésén az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatban hozott egy fontos döntést. Az üzemeltető tavasszal benyújtott beszámolójából kiderült, hogy az elmúlt időszakban 10 fő alatt volt a bérletet váltók száma, és az utas létszám sem haladta meg ezt a számot. Hogy mi vár azokra, akik igénybe vették eddig ezt a szolgáltatást, a város polgármester válaszolja meg. Tamási város önkormányzatának képviselő testülete legutóbbi ülésén 34 napirendi pontot tárgyalt, ezek közül az egyik leghangsúlyosabb volt, hogy a testület egyhangú döntéssel kezdeményezi a helyi járat megszüntetését. Ennek pontos időpontjáról még nem döntöttek a képviselők, tudtuk meg a település polgármesterétől. Áprilisban került a Volán Busz ZRT helyi járatra vonatkozó beszámolója a testület elé, és a számokból kiderült az, hogy gyakorlatilag alig használják a helyi tömegközlekedést a tamásiak. Néhány utas mindössze, aki ezt a ellátást igénybe veszi. A díjak pedig folyamatosan emelkednek, ezt azt gondolom nem kell magyarázni. Így tehát úgy döntöttünk, hogy a közszolgáltatási szerződés megszüntetését a Volán Busz ZRT-nél kezdeményezzük közös megegyezéssel. A Volán Busz ZRT erre partner volt, a testületi döntést követően kerül sor a részleteknek a megtárgyalására, és arra, hogy pontosan mikor szűnik meg ez az ellátás. Természetesen néhány diák, és főleg idősebb korosztályba tartozó személy azért használta, nekik más megoldást keresünk. Volán ZRT vizsgálja azt, hogy a egyes útvonalak bevonhatóak-e a helyközi közlekedésbe. Elsősorban itt a Ki mit tud lakótelep Árpád utca építőkútjáról van szó, tehát mi abban bízunk, hogy egy-egy helyközi járat gyakorlatilag bekanyarodik ezekbe az utcákba, ezekbe a városrészekbe, így ezeken a helyeken az ellátás ilyen módon nem sérül. A miklósvári városrészen ez nem lehetséges. Ezen a település részen a szociális intézmény bevonásával szeretnék megoldani az ott élő rászorulók, idősek városközpontba bejutását. A helyi járat üzemeltetése egy nem kötelező önkormányzati feladat. Évtizedeken keresztül ez működött. Azt gondolom, 80-as, 90-es években nagyon sokan használták, és azt vettük észre, hogy az utasszám folyamatosan csökkent. A pandémia időszak alatt ez a csökkenés ez természetes volt, de ezt követően sem növekedett az utaslétszám. Egy másik fajsúlyos témában is döntés született a legutóbbi képviselőtestületi ülés alkalmával, amely az orvosi körzettel kapcsolatos. Dr. Timár Tibor bejelentette azt, hogy nyugdíjba kíván vonulni. Így ha a praxis értékesítése nem sikerül, akkor gyakorlatilag két üres házi orvosi praxis lenne a városban, ami gyakorlatilag szinte lehetetlenné teszi a házi orvosi ellátást. Próbáltunk megoldást keresni, és Timár doktorúrral tárgyaltunk, aki hajlandó volt egy kompromisszumos megoldásba belemenni. Ez pedig azt jelenti, hogy augusztus 1-től nyugdíjasként megbízási szerződéssel még legalább fél évig ellátja a volt praxisát. Ami azt gondolom, hogy egy átmenetileg egy jó megoldás. Nyilván a korábban megüresedett volt Sillei doktorféle praxisra is keressük a megoldást. El kell mondanom, nem túl sok jelentkező van, folyamatosan hirdetjük ezt a lehetőséget, de hát tudjuk azt, hogy milyen orvos hiány van. A Timár doktor úr heti 3 alkalommal fog rendelni, a szakasszisztense pedig minden héten rendelkezésre áll, ugye, ahogy korábban is. Személyi változás lesz a város legkisebbjei által látogatott intézményben is. Nemrégiben pályázatot írt ki az önkormányzat az Aranyerdő óvoda és bölcsöde intézményvezetői munkakörének betöltéséről, mely sikertelenül zárult. A korábbi intézményvezető nem nyújtott be pályázatot, és más sem pályázott, tehát a érvénytelen és eredménytelenné nyilvánította a képviselőtestület
a tendert. Így megoldást kellett keresni, hogy kivezesse az Aranyerdőóvit, hisz ugye itt 9 csoportról van szó, óvoda és bölcsöde, ráadásul ugye közös igazgatású intézményként kerül ellátásra. Szerencsére Vej Péterné Szirmai Mária vállalta azt, hogy a következő 2 évben irányítja az óvodánkat, így a képviselőtestület megbízási jogviszony keretében őt bízza meg az intézményvezetői feladatok ellátására. Az óvoda és a bölcsöde vezetése így a következő időszakra biztosított. Tamási városának fontos történése után egy megemlékezéssel folytatjuk mai adásunkat. A mai generációknak már nincsenek személyes emlékeik a holokausztról, arról a szisztematikus, államilag megtervezett és irányított üldöztetésről, ami sok ember életét követelte. Át kellett élniük a megaláztatást, az emberi méltóságuktól való megfosztást, az üldöztetést, a rettegést. Munkaszolgálatra, haláltáborokba hurcolták a zsidókat és más fajilag alsóbbrendűnek tekintett csoportok tagjait, ahonnan csak kevesen tértek haza. Az 1944-ben elhurcolt Tamási és környékbeli 200 ember közül alig 30-an érkeztek haza. A holokauszt Tamási áldozatainak emléknapján az Eötvös és Arany János utcai kereszteződésben található emléktáblánál tartott megemlékezést a város. Susócki Tamás, a Vücádám általános iskola történelem tanára emlékbeszédében ítézte föl az 1944-es év történéseit. Tamásiban a helytörténeti adatok szerint 1944-ben, amikor ugye megtörtént a helyi zsidóság deportálása, és még hozzá kell tenni azt is, hogy nem csak a helyi zsidó embereket, hanem környékből, Nagykonyiból, Értényből, stb. Településekről viszonylag sok zsidót telepítettek ide. Ekkor deportálták ugye a zsidókat innen Tamásiból, és... Hát ez súlyosan érintette ugye a települést, hiszen körülbelül ez a 200 ember ugye veszteséget jelentett, és ugye ahogy a beszédemben is mondtam, ők a tamási közösségnek részei voltak, ők itt éltek, itt tevékenykedtek, a képviselőtestületbe, az egyesületekbe, mindegyikbe részt vettek, és ez egy súlyos csapás volt mind a környéknek, mind Tamásinak, hogy őket a származásuk miatt kollektíven elvitték és meggyilkolták. Természetesen 1944 óta Tamási városa számos változáson ment keresztül, így az a környék ismerőben mást mutat, mint ahol a zsidóság élete mindennapjait élte a deportálásig. Ez tekinthető itt az Eötvös utca, Arany János utca kereszteződése, mondhatni egyfajta ilyen régi zsidó központnak Tamásiban, mivel ugye itt tőlem jobbra még mindig áll a zsidóiskola, ahol az akkori zsidóság tanulói jártak ugye oktatásra, és itt a tőlem balra levő támfal fölött állt 1870-től egészen az 1950-es évek legelejéig az imaházuk, vagyis a zsinagóga. Azt eladták, hiszen ugye a tamási zsidók közül ugye Klein István gyűjtése szerint 32-en tértek vissza a haláltáborból, és túl kevés volt már a létszám ahhoz, hogy fenntartsanak önállóan egy saját imaházat, így eladta a közösség, és 2 telekre felosztva a magánházak épültek a területén. A megemlékezés alkalmából felmerült a Jeruzsálemi Vad Vashem Intézet világi gazda kitüntetéssel jutalmazott Dencz Ákos és felesége neve is, akik nagyon sok üldözött embert bújtattak. 1920-as, 30-as években Tamási és környékének országgyűlési képviselője. Ugye a vészkorszak idején 1944-ben ő már nem is Tamásiban élt, hanem Balatonbogláron, ott működtettek egy panziót, és ott magukhoz vettek egy 11 hónapos kisfiút, és őt ugye bújtatták, mikor ugye megkezdődött a gettóknak a létrehozása, és utána még az anya is hozzájuk menekült, befogadták, és így segített ő ugye, mint a Tamásinak egy ilyen nevesebb, itt nevelkedett személye ugye a zsidókon. A holokauszt Tamási áldozatainak emléknapján a képviselők és a helyi intézmények vezetői, valamint a megemlékezők helyezték el koszorúikat, gyertyáikat az emléktábla előtt. A következő percekben még mindig a múltban kalandozunk, mert hogy a Tamási Könnyű László könyvtár egy időutazásra hívta az érdeklődőket. Ezúttal 2 régész volt a jelenlévők segítségére, hogy maguk elé tudjanak képzelni egy középkori templomot az egyik közeli faluból. A történet még 2011-ben
a templom egykori helyének beazonosításával kezdődött, majd 2019-ben vette kezdetét a régészeti feltárás, hogy melyik településen zajlott az ásatás, a következő percekben ki fog derülni, tartsanak velem. A Könnyű László könyvtárban tartott egy előadást Varga Máté és K. Német András a kisszékelyi középkori templom feltárási munkálatairól, amelyet a helyi kulturális egyesület megkeresése után indítottak el. Ők vetették fel azt, hogy a falu elpusztult középkori templomát, ami a település mai temetőjében található, tehát csak a föld alatt vannak téglái, kövei, tehát éppen, hogy a helyét tudjuk, hogy ott állt valamikor, hogy ezt fel kellene tárni, mert egy romkertet szeretnének építeni a helyén, tehát az alapjaira, tehát bemutatni az alapjait, annál is inkább, mert az egyik tanösvény, a négyszörötük elkerülő tanösvény átvezet ezen a platón, ahol ez az elpusztult középkori templom van, fölmegy a Kálváriához, tehát pontosan beleillik egy már létező turisztikai útvonalba, ez az egyik, tehát ezt ők jobban el tudnák mondani. A másik pedig, hogy az egykori kisszékei lakosok, tehát kvázi az őseik emlékére szeretnének egy emlékhelyet létesíteni, tehát nem csak egy turisztikai célpont, hanem egy emlékhely. És hát ugye ehhez kérték a Szekszárdi-Vasinszky-Mór megyei múzeum támogatását. A múzeum örömmel vállalta el a feladatot, hogy az egykori középkori templom ásatási munkálatait elvégezzék. Az elmúlt évtizedekben egyre kevesebb lehetőség van a hagyományos értelembe vett tervásatások végzésére, ugye majdnem csak megelőző feltárásokat tudunk végezni, ugye kiszolgálva a gazdaság érdekét, vagy autópályaépítkezések például. Tehát nincs idő, meg nincs kapacitás arra, hogy ilyen kisebb volumenű ásatásokat végezzünk, ami a régészeket a saját korszakuk vagy kutatási területük miatt érdekli. Ugye én középkoros régész vagyok, a középkori templomokkal foglalkozom, úgyhogy a személyemben volt erre megfelelő ember, aki ráadásul a közelben is lakik. A Kisszékely Kulturális Egyesület biztosított minden anyagi és infrastruktúrális hátteret, szállást, étkezést, megszervezték a kézi földmunkásokat, tehát ugye ez egy komoly fizikai munka, ásni, lapátolni, csákányozni. Itt egy 70 ember fordult meg az ásatáson, minden napra megszervezték azt a 6-8-10 embert. Tamási katolikus egyházközség fiataljaiból, vagy a Tamási Sportegyesületek tagjaiból, vagy kisszékei lakosokból, vagy kisszékeiről elszármazott idősebb emberek is jöttek, tehát egy igazán változatos társaság volt életkort is tekintve. Újabban van egy ilyen irányzat a régészetben, hogy valahogy egymásra talál a civil szféra és a szaktudomány. Ugye pont amiatt, amit említettem, hogy sokszor nincs lehetőségünk, vagy nincs anyagi keret, vagy nincs háttér az ilyen ásatásokhoz. A civilek részéről, a helyi közösségek részéről pedig sokszor van igény, hogy a faluk, településük egy-egy kiemelt régészeti lelőhelyét, ami esetleg mondjuk veszélyeztetett, ugye máshol például Pest megyében van honfogláskori temetők kutatása, amit rombol a mezőgazdaság, itt meg egy középkori templom feltárása, hogy ezt össze lehet fogni. Az elmúlt időszakban Tolna megyében nem sok hasonló ásatás történt, ahol a helyieket, az amatőr segítőket is volt mód bevonni a feltárási munkafolyamatokba. Kisszékelyben nem volt egyszerű dolga a régészeknek. Amikor elbontották ezt a templomot, akkor egy elég vastag törmelékréteg keletkezett, és ezzel mind át kellett vágni magunkat, meg egy ilyen templom feltárás soha nem könnyű, mert nagyon sok a téglatöredék, a habarcs, esetleg a kőtöredék, ahol volt, úgyhogy egy elég fáradtságos munka volt. A lényeg az, hogy meg tudtok határozni a templomnak az alaprajzát, ezt már az első évben a kutató Árkos segítségével, a második évben pedig tisztáztuk, úgyhogy most úgy néz ki, hogy ez egy viszonylag elég picike kis templom volt, nagyjából olyan 11x6 méteres, úgyhogy most úgy tudnánk elmondani, mint egy kápolna körülbelül úgy nézett ki, de ez egy rendes plébánia templom volt. A templom valamikor a 13. század épületet fel, ugye pontosan nem tudjuk megállapítani. Aztán később hozzáépült az északi oldalon egy sekrestje, és ez állt lényegében a teljes középkorban és a törökkorban, és majd 1741-ben van egy bővítés, amikor a nyugati oldalhoz egy ilyen U alakú részt építenek hozzá. Nyilván akkor megnövekedett a lakosság, és meg kellett nagyobbítani valahogy a templomot. A Kisszékelyben most is álló templom 1823-ban épült, erre az időszakra tehető a középkori építmény elbontása is. Sok helyen az alapfalakat is kiásták a földből, úgyhogy mi a földben lévő
alapfalakat sem találtuk meg mindenhol, hanem sok helyen csak a kiszedett árkokat, de ezek is nagyon szépen kirajzolták a templomnak az egykori formáját. Ami lényegében egy négyzetes hajó volt, hozzá csatlakozott egy ilyen patkó vagy félköríves szentély, és ami érdekes még, hogy amit említettem, sekresi az északi oldalon, az majdnem ugyanakkora volt, mint a templom. Úgy az, hogy fölfelé milyen lehetett, azt nem nagyon tudjuk megállapítani, de hasonló kis árpádkori templom azért vannak a mai napig olyanok, amik így állnak. Találtunk például üvegablakoknak a töredékeit, de ugye arról nem tudjuk eldönteni, hogy ez most középkori, vagy esetleg későbbi kerültek elő vakulattöredékek, de sajnos olyan pici darabok, hogy abból nem lehet megmondani, hogy ez pontosan mit is ábrázolt. Az érdeklődők sok információval gazdagodtak a középkori templomról. A következő témánknak a régészethez ugyan nincs köze, de mindenféleképpen a történelem egy olyan szeletkéje elevenedik meg, mely mára jobbára átalakult formában van jelen a világunkban. A múlt paraszti életformájának egyik fontos momentumát, a lakodalmat elevenítette meg pincehelyen a hosszú sorban vonuló nászmenet. Ez az esemény a kevésbé tehetőseket is arra csábította, hogy anyagi lehetőségeiket felülmúlva reprezentáljanak, gyakran még a létbiztonságukat is kockára téve ezzel. A település hagyományszerű rendezvényén persze ez a kockázat nem állt fenn, idén pályázati forrásból valósította meg a Pinceért Egyesület nagyszabású rendezvényét. Pincehelyen hagyományos népviseletet öltött lakodalmas menet vonult a művelődési háztól egészen a cseffalvi kúriához, ahol több tájegység mennyasszonyát kérték ki a háziaktól. Ez már több éves vágyam, hogy 4 mennyasszony legyen Pincehelyen, legyen egy székely, egy sváb, egy siógárd és egy pincei. És 2021-ben adtunk be az Agrárminisztérium által meghirdetett Hungarikumban pályázatot, és megnyertük tavaly, és most abból van ez a rendezvény megszervezve. Volt 1985-ben, akkor 1996-ban és 2016-ban, és akkor most. Ez nálunk hagyomány, tehát nem rendezzük meg úgy, mint a Sárköz, hogy évente valahol. Pincehelyért Egyesület szervezi. Pincehelyért Egyesületnek a fő profilja a hagyományőrzés. Amik kaphatók a fiatalok és az idősebb korosztály, hogy átadjuk a fiataloknak, a régi hagyománynak a tudását, ez nekünk nagyon fontos. Idősebb korosztályt megkérdezünk, vagy megkérdeztünk most előtte is, hogy mi hogy volt régen, hogy volt a mennyasszony kikérés, milyenek voltak a ruhák, mi volt a menüsor, és akkor ezt próbáljuk a fiatalokba is fiatalokkal megismertetni, hogy akkor ez régen hogy volt. A településnek van egy régi hagyománya, amelyet a mai napig életben tartanak a mennyasszonyok. Van nálunk úgynevezett Keresztfa utca, ami a Gárdonyi utca, azon végig kell menni a mennyasszonynak. Ez már 100 éve így van, és nem tudják megmondani a nagymamák, hogy miért. Azt mondják, ez így van. A menet zene és nótaszó kíséretében vonult végig a településen, amikor a hagyományoknak megfelelően kosárból, kuglóffal kínálták a nézelődőket. A nagy napra a pincei mennyasszony számára egy régi ruha alapján új öltözet készülhetett a pályázati forrásból, míg a vőlegény a családi örökségből vehette fel a korhű öltözetet. Én először, amikor meghallottam, igazán felcsillant a szemem, mert nem, nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen lesz ez az egész. És nagyon szívesen elvállaltam. Egy percig sem gondolkodtam, mert egy hatalmas nagy álmom vált valóra ezzel, hogy a pincei mennyasszonyként képviseltem a falut. Szinte az egész családom őrzi a kultúránkat, és fontos, hogy én is tovább tudjam majd adni majd a leendő gyerekeimnek. Örömmel köszöntött rám a reggel! Örömmel üdvözlöm az én ártatlan lelkem. Mert ma válik el életemnek útja, vagy holtig örömre, vagy örökös búra. Ezért menjünk, siessünk hát előre, hogy idején érkezünk a szentesküvőre! A mennyasszony kikérőket követően a templomba tartó hagyományőrző lakodalmas nászmenetben ott volt a bonyhádi székely, a gyönki sváb, a pincehelyi és a siolgárdi mennyasszony és vőlegény is. Hogy miben különböztek egymástól? Legfőképp a viseletben, mert sokkal díszesebb szerintem, és vannak bizonyos szokások, mint nálunk a...
a nemes járás, ami egy különleges tánc, amit a lakodalmakkor szoktak eljárni. Hát ezt a vacsora után szokták táncolni, a vőfély áll fönn, és ő kéri először a menyasszonynak a kisebbik nyoszolyó lányát, ha van nagyobbik, akkor azt is, a nyoszolyó asszonyt, és aztán a menyasszonyt, és ez egy ilyen körbe vezeti, bemutatja a menyasszonyt. A Pinceért Egyesület legutóbb 2016-ban szervezte meg lakodalmas rendezvényét akkor egy helyi menyasszonnyal. A hagyományok őrzésén és továbbadásán munkálkodó szervezet fontos a település életében, hangsúlyozta a polgármester. Mai rendezvényt is anyagiakban is támogatjuk a rendezvényt, sőt kiemelt módon támogatjuk Pincei nagyközségben a Pincért Egyesületet, mivel minden rendezvényünkön részt vesznek és helytállnak. Én még amikor ugye megnősültem, akkor még voltak jó kis sátras, úgy mondtuk, hogy paraszt lakodalom, de hát most már ez szerintem ilyen rendezvényszervezők hamar lezongorázzák, és ez elveszti a feelingjét. Az esemény alkalmával avatták fel az ezen alkalomra készült pillés szobrot, amely egy népviseletbe öltözött pillés menyecskét ábrázol. Nagyon nagy, nagyon nagy. Ez egy népművészeti munka, és ez nagy, de szakmába vágó, de nagyon nagy élmény volt. Hát elég nagy tervezési munkát igényelt, nagyon össze kellett szedni az anyagot hozzá, többszöri egyeztetéssel, beszélgetéssel, hogy ez hű legyen. Valósághű ábrázolást igyekeztünk megvalósítani, hiszen itt arról van szó, hogy képviselni kell azt a hagyományt és egyszer a népviseletet, ami a településre jellemző. A rendezvényük elérte a célját, hogy a négy tájegységet, a székelyeket, a svábokat, Siógárdot és Pince helyet összehozza egy olyan rendezvényen, ahol megmutathatják népviseleteiket. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!